Víz is aranyos a kutyánk, erőltessük el a fürdést és az úsztatást. Az úsztatásra egyértelműen azt tudom válaszolni, hogyha a gazdinak ez nem fontos, akkor ne. Mert rengeteg más egyéb tevékenység van, amit a kutyával boldogan tudunk űzni, és hogyha nem szeret úszni, hát emberek között is van, aki nem szeret úszni. Ha ezt a gazda így el tudja fogadni, akkor én nem erőltetném. Fürdeni viszont azért időnként nem árt a kutyusoknak, ha nem is túl sűrűn. Itt én azt javasolnám, hogy próbáljuk meg hozzászoktatni az adott szituációhoz apránként. Csalogassuk be először csak a fürdőszobába, előfordulhat, hogy az már egy neuralgikus pont lehet, hiszen tudja, hogy ott mindig csak a fürdés következik. Csalogassuk be a kádba, vagy a, hát mondjuk oda nehéz csalogatni, de tegyük be, és ott etetgessük, vagy játszunk vele kicsit, hogy lássa, hogy nem történnek ott rossz dolgok, és aztán vegyük ki. Legközelebb, erre rá kell sajnos szenni az időt, legközelebb betesszük, hogyha már ez jól megy, és a kádban jól érzi magát, mert látja, hogy itt nem csak fürdés van, hanem adott esetben jó dolgok is, akkor utána el lehet kezdeni azt, hogy beteszem a kádba, megnyitom a vizet, de még nem ráirányítom. Hogyha már ez is jól megy, akkor lehet elkezdeni azt, hogy jó, akkor kicsit bevizezem a lábat, stb. Tehát így apránként lehet ezzel haladni, ez a szoktatásos része. A másik fele pedig az, hogy ha én a kutyámnak, megint csak azt kell mondanom, hogy jó vezetője vagyok, egy olyan vezetője, akit a kutya is elismer, nem csak én gondolom erről magam, akkor ha én őt arra kérem, hogy most bemész a kádba, és itt nyugodtan állsz, amíg megfürdetlek, azt neki el kell fogadnia. Tehát, hogyha a viszonyomat megfelelően rendeztem a kiskutyámmal, akkor bár neki ez kellemetlen és nyögvenyelős, de a kedvemért meg fogja tenni. Úgyhogy érdemes itt a vezető pozíciót is erősíteni, hogyha nincs ötletünk arra, hogy ezt hogyan tegyük meg, és ez a platform sajnos megint csak nem alkalmas arra, hogy 2 percben erre jó tippeket adjak, akkor keressünk fel egy oktatót, vagy egy kutyaiskolát, ahol ezt megtanulhatjuk és elsajátíthatjuk.